Diákok tanulmányozzák a különféle ásványokat az Esze Tamás tagintézményben. Ezt annak a kiállításnak köszönhetően tehetik meg, melyet már hagyományosan rendeznek meg az oktatási intézményben. Az iskola életét egyrészt színessé teszi, a másrészt az pedig, hogy a tananyaghoz pedig nagyon kapcsolódik hozzá, hiszen földrajzórán vagy természetismeretórán lehetőségünk van a kőzeteknek a megismerésére, vizsgálatára, de vannak olyan kőzeteink, amelyek nincsen meg a készleteinkben, azokat meg itt meg tudjuk vizsgálni, meg tudjuk figyelni, tehát egyfajta tapasztalat szerzés a tanulók számára. A gyerekeknek különleges élményt nyújtott, hogy nem csak elméletben ismerhetik meg a különböző ásványokat, hanem láthatják, sőt kezükbe is foghatják őket. Természetismeret órán is sokat tanulunk az ásványokról, és így sokkal könnyebb megérteni, hogy hogyan néznek ki, hogy nem csak képeken látjuk, hanem élőben is, és nekem nagyon tetszenek az ásványok. Az ásványgyűjtők visszatérő vendégei az iskolának. Idén már harmadszor rendezték meg kétnapos kiállításukat. 9 éve foglalkozunk ásványokkal. Ezek az ásványok nagyobb része Erdélyből, Nagybányáról származik, kisebb része Dél-Amerikából, Brazíliából, Chiléből, főleg ezek a helyekről származnak, ahol még bányavidékek léteznek nagyjából. Nagyon különlegesek, csak nagyon kevés fajta van igazából, látványosak vannak, inkább azt mondom, mert a nagyon különlegeseknek méreg drága most már az áruk, mivel hogy a bányák megszűntek létezni nagyon-nagyon sok helyen. Ezáltal Magyarországon is léteztek olyan ásványok, amik nagyon különlegesek, de nagyon-nagyon ritka beszerezni őket. Nagyon sok gyermeknek nem adatik meg, hogy eljusson olyan helyekre, ahol természetes környezetükben is találkozhatnak az ásványokkal. Így ez a kiállítás hozzájárult ahhoz, hogy a diákok, ha csak egy kicsit is, de közelebb kerüljenek eme különleges, a természet csodájának számító anyagokhoz.